Emlékezetesen jó meccs volt a Szekszárd Pécs idén nyitó a női NB1-ben. A Peac fiatal akadémistái bizony felnőttek Andusicsék a légiósok mellé. Agresszív védekezéssel is, a jó besegítésekkel meg tudták akadályozni a könnyű szekszárdi dobóhelyzeteket, az ittszerek kialakulását, és egy jó ideig jobban szedték a lepattanókat is. A visszatámadásokból, középtávolról és a hárompontos vonalon túlról is egészen kiválóan dobtak. Ennek is betudható, hogy a jó ritmusban játszó, anyagerős KSC Szekszárddal a második félidő elejéig nyíltá tudták tenni a mérkőzést. Számított az is, hogy a fiatal szabály miatt az első félidőben kötelezően pályára lépő U20-as pécsi játékosok pont erősebbek voltak, mint a szekszárdi oldalon Miklós Melinda és Vince Nicolet. Ha neki az első meccs, ez a klasszikus első meccs, boldog vagyok, hogy kezdtünk újra játszani. Újra van 203 nap utoljára játszottunk hivatalos meccs. Perc dobt, több mint 50% hármasok, sok buntetű dobások, faulokok voltak, nem volt játék. A folytatásban az volt a fő kérdés, vajon bírja végig fizikailag ezt a tempót, magas nívón zajló kosárlabdát a Szekszárdhoz képest rövidebb kispaddal bíró Peac? Látva a szekszárdi rotációt, annak mélységét, ennek következtében minőségi cserék Gorics, Krinics, Skorics, Friskovecs, Studer megpihenve térhetett vissza a pályára. Ez a harmadik negyed közepén már túl sok volt a baranyai csapatnak. És ugye a harmadik negyed közepén volt egy rövid zárlatunk, ahol három eladott labdánk volt zsinórban, amiből könnyű kosarakat kaptunk, és megmondom őszintén, hogy abból a 6-7 pontos előnyből, amit a Szekszárdot kiépített, nem tudtunk visszajönni. Küzdöttünk rendesen. Én úgy érzem, hogy egy nagyon korrekt játékvezetés volt, nagyon sok faltot fújtak a mai mérkőzésen mind a két oldalra, és ez a Szekszárdnak kedvezett. Ugye mi hamarabb falt problémába kerültünk abból a szempontból, hogy most a Szűcs Réka sérülése miatt kevesebb embert tudtunk rotálni, és egy kicsit el is fáradtak azok a kulcsemberek, akik jól játszottak addig. Uralta, irányította a hátralevő 15 percben a mérkőzést a hazai csapat. Aki bejött, az mind valamit hozzá tudott tenni a játékhoz. Bálint Réka akkor szerzett pontokat, amikor még nyílt volt a mérkőzés. 21 percet töltött a pályán a bedobó, és 10 pontot tett a közösbe. Sokan vagyunk, sok nagyon jó játékosunk van, és úgy gondolom, hogy ez is az egyik előnyünk lesz, hogy bárkit, bármelyik meccsen, bármelyik szituációban be lehet cserélni, és mindenki tud hozzátenni a csapat játékához, csak minden meccsen meg kell találni azokat, akik éppen azon az adott napon jó formában vannak. Réka ezúttal nem a tőle megszokott módon triplával, távoli duplával, hanem remek betörések utáni kosarakkal segített, egy a kettőben szerzett a palánk alól pontokat. A Pécsben régi ismerősként tért vissza az ex-szekszárdi játékos Kisvirág, aki a nyáron hazatért. Kellemetlen ellenfél volt a centerposzton, jól lepattanózott, 10 pontot jegyzett, szépen fejlődik a centerposzton. Már ez is nagyon sokat jelent, hogy ilyen szoros meccset tudtunk játszani. Szerintem elfáradtunk, ez volt igazából tényleg a fő probléma, hogy ott egy kicsit talán tényleg ott jött ki az, hogy a Szekszárdnak nagyobb a rotációja. Én azért büszke vagyok a csapatra tényleg, mert nagyot küzdöttünk, és szerintem ebben a helyzetben, hogy nagyon sok edzőmeccs elmaradt, és úgymond ez volt az első tét meccsünk, szerintem nagyon jól játszottunk, és nagyon jó mérkőzés volt. Nyilván voltak hibáink, de mindig vannak, úgyhogy megyünk tovább, és bízunk benne, hogy csak jobb lesz. És a Pécs már most érett arra, hogy bárkit legyőzön ebben a bajnokságban, és tényező lehessen a végjátékban. A KSC Szekszárd megmutatta, valóban anyagerős, épülhet az új nagycsapat, amelyből persze nagyon hiányzik még a palánk alól a csapat ikonikus amerikai centere Erica McCall, akinek a visszatérésére a KSC-be sérülés és egyéb okok miatt, mint hírlik, bizonytalanná vált, akire nagy szükség lenne a nagy rangadókon és persze az Európa kupában is.